Április 20-án a polgármesteri hivatal B épületének harmadik emeletén átadták a Tiszafüred kistérség több célú társulás szociális szolgáltató központjának új telephelyét, amely helyet ad a család és gyermekjóléti központnak. A kis ünnepségre meghívást kapott Varga Tibor, a tiszafüredi járási hivatal vezetője, Újvári Imre polgármester, Vargáné Balogh Irén alpolgármesterasszony, valamint az úgynevezett partnerintézmények munkatársai. A megjelenteket Pap Adrián, a Tiszafüred kistérség több célú társulás szociális szolgáltató központjának intézményvezetője köszöntötte, aki elmondta, hogy az összejövetel célja az, hogy átadják a központ új 2 millió forintból kialakított telephelyét, amely a szervezet feladatellátását szolgálja. Újvár Imre polgármester arról beszélt, hogy az ilyen kisebb helyi forrásból megvalósult fejlesztés is fontos, mert apró lépésekkel lehet megtenni nagy távolságot. Az irodahelyiségek felújítása nagyon sok embert érint, nem csak az itt dolgozókat, ezután a rászorulókat, az ügyfeleket megfelelő munkakörnyezetben tudják fogadni. A kialakított kulturált, modern hivatali környezettel az ügyfeleket is megtisztelik. Pap Adrián köszönetet mondott a támogatásért az önkormányzatnak, majd bemutatta a jelenlévőknek Cservid Miklóst, a Család és Gyermekjóléti Központ vezetőjét, illetve a szervezet tevékenységének helyet adó irodákat. Az ügyfélfogadó helyiségben egy szociális asszisztens fogadja majd az érkezőket, a Család és Gyermekvédelmi Irodában 3 esetmenedzser dolgozik, akinek tevékenysége kiterjed a tiszafüredi járás településeire. Egy másik irodában a gyermekjóléti szolgálat a tiszafüredi ügyfeleket várja. Itt, a harmadik emeleten egy interjúszoba is rendelkezésre áll, illetve egy másik irodát közösen használnak a tiszafüredi járási hivatal munkatársaival.